és már Bajzát is beáll a sorba. 18. perc, Törtei íveli a labdát, jó az a hosszú, és megvan az egyenlítés, Pákolic! Nagyszerű nyíregyházi szabadrugás figurából, ezt tetszhet Csábi Józsefnek, mert alig, hanem eltelt egy jó pár óra vagy perc, mire ezt begyakorolták. Az első kapura lövéséből rögtön egyenlít a Nyíregyháza. Gengelicki jön a hosszún, be középre a labda, és Pákolic csak bele kell, hogy stukkoljon egyet. Szép kombináció. Más kérdés, hogy Pákolic Dávid 3 méterre a kaputól középen teljesen egyedül fejjel. Zavartalanul ugorhatott föl.